Kedves vendégek, hölgyeim és uraim, ez a kiállítás már megnyílt, de még nem nyitottuk meg. A kiállítás megnyitó az tulajdonképpen amolyan elemzés. Sok ember járt már erre azóta, hogy a történeti, megújult történeti kiállításunk, illetve a szerzetesek asztala című kiállítás megnyílt. Akkor szerettük volna együtt, egyszerre, ünnepélyesen megnyitni, de nem volt lehetőségünk rá. Nagyon szépen köszönöm, hogy létrejöhetett ez a kiállítás, mert szorult helyzetből húztak ki bennünket a kiállítók. Ezt meg kell mondanunk. Mivel, hogy zavart helyzetbe hozott bennünket az a kiállítani akaró művész, akinek a számára kétszer jelöltünk meg vele egyeztetve időpontot, és akkor itt voltunk, álltunk, lehet mondani, mint Szamára hegyen, vagy megfürödve. És akkor az Alapfi stúdió segítségünkre jött. Számomra, hadd ne beszéljek magáról a kiállításról, csupán az idős Alapfiról, aki nem is tudom hány évvel, nem olyan nagyon sokkal járt fölöttem Pannonhalmán. 30-ban született, de a Pannonhalmi gimnáziumban, hát a legelső osztályok közé járt, és én személyesen ismerhettem abban az időben, amikor nem volt divat egyházi intézményről fotó sorozatot vagy albumot készíteni, akkor készített ő egy számomra és sokak számára, őszintén mondom, fantasztikus, érdekes, izgalmas fotóalbumot, aminek volt egy kemény kötéses változata, és volt egy emlékezetem szerint olyan pirosasba hajló, puha kötésű változata is. Az akkori világ nem nagyon szerette, hogyha az egyháziak nyilvánosság elé lépnek, és Alapfi Attila tudott úgy fotózni, hogy a holdkövek mögött is meg lehet sejteni az életet. Illetve, ha valaki veszi a fáradtságot, és beírja az interneten a keresőbe az Alapfit, akkor a három Alapfi közül az első képei között lát egy zseniális kompozíciót, fekete-fehér természetesen abban az időben. Négy fiatal bencés megy sétálni, és szembe jön velük négy fiatal lány. Döbbenetesen jó kompozíció, ez készül alig, hanem a második emelet ablakából, föntről, és nem csak ez a fotó maradandó, de hogy mit jelent a fotográfia, ez alapján, a kép alapján én nagyon sokat tudnék beszélni, mesélni. De nem ez a feladatom, hanem egyszerűen a köszöntés, üdvözlés. Örülök, hogy bár ez nem kamara kiállítás, de mégis ilyen családias létszámban vagyunk itt a barátainkkal. Ez az értékéből semmit nem von le. A kiállítás megnyitó ki fog menni a községbe, a helyi Kábel TV jóvoltából, és mindazokat, akik látják majd ezt a felvételt, biztatom, hogy jöjjenek ide. Mert
nem csak alapfi fotót lehet látni, hanem egy olyan építésznek állít emléket, egy olyan építészt tesz jelenvalóvá ez a kiállítás, amely a magyar építészet történetében aligha nem meghatározó Kós Károly. Köszönöm, hogy eljöttek, és kérném szépen Csizmadia búcsú kollégámat, munkatársamat, aki szorgoskodott, hogy létrejöjjön ez a kiállítás, vegye át tőlem a szót. Akkor röviden kérem Antoni Galt, hogy nyissa meg a kiállítást, és mutassa be ezt a könyvet, ami Kós Károly építészetének állít emléket. Köszönöm szépen. Van a könyvtől egy ott talán itt? Van, persze, szerintem kint. De nem az a lényeg, mert nem azzal kezdjük, csak gondolom, hogy ha már megnyitók, Kint a shopban van. Na, jó, rendben. Tehát az összefonódások az utaknak, az embereknek, a szálak az életnek. Tehát a Alafi Lacinak a, ez az apjának a képei, de az Alafi Lacinak a képei itt, amik megszülettek Kós Károly nyomában, és amiről hallottunk az imént. Számomra egy csoda, hogy itt vannak, mert sokat utaztam Lacival, úgymond Kós Károly nyomába, és látom, hogy állandóan működik a gépe, és amikor könyvek elkészültek, akkor látom, hogy hát mindig egy-egy helyzog, egy hiány az kipótolódott, és hát szép is volt, stb. De valahogy rétve tartotta azt a dolgot, hogy miközben dolgoztunk ezeken a könyveken, gyönyörű képeket készített, önálló műveket készített, amit állítanak elénk. Valóban egy teljesen másik oldalt Kós Károly munkásságának, mert ugye ez nem a dokumentálás, hanem ez egy ablak egy olyan világba, ami tulajdonképpen élő és közénk tartozik, mert ugye a élő ember, mint Kós Károly, sajnos Laci apukája sincsen most már köztünk, de utána maradnak dolgok, Kós Károly épületei maradnak. Az a táj, az a világ, Erdély, de akár az ebegényi templom, ha így nézem, ami mögöttünk van, maradnak, és a életnek, a mi világunknak aktív alkotó elemei ezek a kis világok, és valahogy az most, ahogy nézem körül, és nézem ezeket a képeket, elevenedik bennem ez az egész dolog, ami mondhatjuk, hogy az idő múlását, tehát azt kell mondani, hogy Kós Károly Erdélyben rengeteg helyen alkotott, de Magyarországon még az első világháború előtt is elég sok helyen. De tulajdonképpen egy Alafi Lacival 2001-ben találkoztam először talán a gyilkostólnál, amikor megépültatta a gyilkostói kápolna, és azóta egyre szorosabban tudtunk együtt utazni, és én azt gondolom, hogy az, ami tulajdonképpen lapkodva, és tulajdonképpen titokzatosan csinált, mert ugye amíg egy memória kártyán van eltárolva, vagy azt tudom, hogy az ő számítógépének úgy ilyen hihetetlen nagy tárhelye van, de ez nem látható, annak nincs papír oldala, meg nincs semmi, csak néha úgy előjön egy képernyő, de most így látni, hogy ezek elő vannak hívva, itt vannak a falon, hogy valóságosá válnak azok a pillanatok, amik egyébként elfelejtenénk róla.
Szóval lehet, hogy ezt hosszasan taglom ezt a dolgot, de nagyon fontos dolgok ezek, és nagyon fontos, hogy ha azt nézzük, hogy csak milyen emberek jönnek össze egy ilyen kiállítás, milyen módon tud egy ilyen kiállítás, legyen ez Kós Károly kapcsán, Alafi László kapcsán, a Tihanyi Bence és apátság kapcsán, vagy stb., hogy hogyan kerülnek össze a közösségbe is emberek a megnyitón. Hogy tud például Kós Károly egy hívő, vagy egy hívószó legyen mind a kettő, mert ő esetében is teljesen igaz. Tehát számunkra, hogy tud nem a múlt, már elmúlt századból még mindig egy olyan jelenség lenni, amiért el kell vándorolni, el kell menni utakra, rögzíteni képekbe, beszélni róla, kiállításokat nyitni. Tehát már jó esetben 100 évvel később. És én azt gondolom, hogy hát itt ezen a helyen, ahol tudjuk, hogy ezen a sziklán nagyon-nagyon régóta állnak házok, bár azt hiszem a 90-es években épült ez a része, de itt is a összefonódások nagyon fontosak, mert én pont mondtam itt az egyik barátomnak, Stefanovics Péternek, hogy emlékszem, amikor ez az épület elkészült, de ma már teljesen megszűnt ez a nem lehet meghatározni, hogy ez a támfal, aminek a lépcsőn följöttünk ide, aminek a kő már úgy elszíneződött, stb., hogy ez mikor készült. És az nagyon jó dolog látni, hogy az a fajta dolog, ami például Kós Károly építészetében nagyon is jelen volt, ez a beépülés a hagyományainkba, ugyanakkor a mai feladataknak, a tereinek a megalkotása, és egy kicsit a jövőbe vetített hitet megalkotva, ugye valahogy Kós Károly munkássága ez van, és ezt látjuk ezekben a képekben. Tehát például a Székely Nemzeti Múzeum ott van a falon középen. Múzeumként épült egy teljesen másik világba, 1911-2-3-ba, és ma is múzeum. Ma is működik. És Kós Károly nevű utca elmegy a ház előtt. Tehát, hogy az építészetnek lehet egy olyan eleme, ahol összekapcsolódik az emberi kultúrájával, társadalmával, azt szolgálja, vagy fönn tud maradni. És én azt gondolom, hogy így nagyon-nagyon méltó helyszínen vagyunk itt most, hogy itt azért a Tihanyban, ahol azért régebb óta, több száz év óta áll ez az egész komplexum, Kós Károlynak az építészeti munkássága, ami visszanyúlik a középkorba, visszanyúlik a magyar kultúrába és a Kárpát-medencei kultúrába is nagyon erősen alapjának tekinti. Mégis egy jövőre vetített üzenetet közvetít, és ebben szerintem én azt gondolom Lacinak ez a tevékenysége, hogy ez sikerült valahogy összehozni, ahogy az atya tetszett mondani. Megmentette egy helyzetet, de ugyanakkor előhozott egy olyan kincset, amire mi se tudtuk, hogy van, és én szerintem ez a legfontosabb dolog. Szóval ezzel én azt gondolom, hogy köszönjük szépen Lacinak, meg az egyháznak, hogy ez lehetett, és én azt gondolom, hogy nagyon jól látni, hogy ennyien eljöttek erre a dologra. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a megnyitót. Még mielőtt megszabadulnék ezektől a jelképes csomagoktól, hadd mondok azért egy-két szót. Kós Károly idézik ezek a fotográfiák, de érdemes odafigyelni, hogy itt nem csak Kós Károly van jelen, hanem Alafi Lászlónak a látásmódja is
jelen van, és ez is rendkívül fontos. Azon kívül, ha már említetett ez az épület, amiben vagyunk, ami nem kiállítóhelynek indult, hanem ifjúsági szálláshelynek, erre kaptunk engedélyt, akkor azért ilyen alacsony, és jó, magasabbnak kellene lenni, végül is sikerült a kiállításainkat idehozni. Az építészetnek az én tapasztalásom szerint az egyik nagyon lényeges vonása, hogy lehatárolja a teret, pontosabban kihasít a térből nem egy szeletet, hanem egy kisebb teret. És ami a Kós Károly művészetében annyira érdekes, az ember ott érzi jól magát, ahol a tér ember szabású, ahol az arányok emberi arányok. És az emberi arányok pedig érdekes módon képezik le a kozmosz arányait. Tehát egy építészeti műalkotásban ott van az ember a maga arányos életére vágyó létezésével, és az emberben pedig ott van a kozmosz, aminek az ember része. És nagyon fontos volna, hogy akik ezeket a képeket látják, egyrészt találkozzanak ezzel a látásmóddal, azon kívül döbbenjenek rá arra, hogy nem lehet akármit elrabolni az Isten teremtette világból és térből, hanem csak úgy szabad kihasítani, hogy az valóban ember szabású legyen. Nem kellenek toronyházak, nem kellenek szükségképpen betonpengék, hanem az ember a vándorló, akinek az egész élete tulajdonképpen vándorlás, jól érzi magát a sátorban. Valahogyan mindannyian sátor lakók vagyunk, és Kós Károly, minthogyha ezt a sátor létre teremtetett embert hozná be az általa megálmodott építészeti környezetbe. Köszönöm szépen a megnyitót, köszönöm szépen Alafi Lászlónak, hogy elhozta ide a képeket, köszönöm Csizmadi a búcsúnak a közreműködést, köszönöm a vendégeknek, hogy itt vannak, most már engedtessék meg, hogy nem árulom el, hogy mi van benne, előbb-utóbb rájönnek, köszönöm. Tulajdonképpen eddig még nem került szó a könyvről, és hát talán annyit tudnék mondani, hogy Kós Károlynak sajnos 45-ben elveszett az egész archívuma, és érdekes, vagy véletlen módon Toni főiskolás feladatként kiválasztotta magának Kós Károlyt, és ő még személyesen beszélt Károly bácsival, tőle kapta meg az instrukciókat, és elkezdte gyűjteni a kós anyagot. Ott a 80-as évek végén kiadott egy nagy formátumú kóskönyvet, viszont azóta is állandóan újabb meg újabb dolgok kerülnek elő, és először a Fővárosi Levéltárral közösen adtunk ki egy könyvet, ami a budapesti munkáiról szólt, és ez a második könyv, ez a Székely Nemzeti Múzeumról szól nagyjából, illetve a környékén levő településeken levő épületeiről. És az érdekesség az, hogy miközben csináltuk a könyvet, és már ki is nyomtuk, akkor kaptunk még újabb rajzokat, amik akkor kerültek elő, miközben ebbe is olyan dolgok vannak, amiket most mutatunk be először. Tehát a
kós anyagnak a kutatását a Tonival tulajdonképpen folyamatosan csináljuk, és hát igyekszünk földolgozni. Nem sokára ebből meg fog jelenni talán a harmadik kötet is, ami a Kolozsvár és a Marosvásárhely környéki épületeiről fog szólni. Ugye, hogyha megnézzük ezeket a képeket, akkor pont olyan idő, évszak van rajtuk, mint amilyen most van. Mert a fák nem takarják el, ugye beleépítette ebbe a térbe Kós Károly, tehát, de az élet már rajta van a fákon, tehát hogy élet is legyen, de az épület még látszódjon és ne takarja el a lomb. Úgyhogy egy nagyon jó időpontban van ez a kiállítás, megnyitom, mert hogyha kimegyünk, ugyanilyen természetet találunk kint a teraszon is, és itt a fejem fölött egy kis pogácsával és borral szokás szerint szívesen látunk mindenkit. Nézzük meg a kiállítást, és utána örüljünk neki együtt fönt a teraszunkon.